Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldás békessége. Erős várami Istenünk. Dicsőség Krisztusnak. Jó estét kívánok mindenkinek. És miként egy héttel ezelőtt örömömet oszthattam meg a jelenlévőkkel és a közvetítés akár mostani vagy későbbi követőivel, hogy ilyen sokan ebben a pandémiás időszakban összegyűltünk itt az iskola aulájában, én pedig azért, hogy hitet tegyünk az ökumené fontosságáról, számunkra fontosságáról, és ezt jelezzük a környezetünk felé is. 19 tavaszán, mikor Ferenc pápa utazott vissza a romániai csíksomlyói látogatásáról, akkor szokásához híven újságírók kísérték a repülőgépen, és interjúra is lehetett kérdéseket feltenni neki. És ott az ökumenével kapcsolatos kérdésre azt válaszolta, hogy az egyházak egységének, Krisztustól elvárt egységének a megvalósítása még hosszú feladat, sokáig tartó feladat. Hagyjuk ezt a nehéz feladatot a teológusokra. Viszont mi emberek megtehetjük azt, hogy közösen imádkozunk, közösen tiszteljük egymás liturgikus gyakorlatait és egymás eljárásainak a megosztásával kölcsönösen gazdagíthatjuk egymást. Én nekem meggyőződésem, hogy a jelenlévők mindannyian ilyen szándékkal is vannak jelen most itt az iskolában. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Testvérek, ma a világ négy égtáján élő testvéreinkkel együtt imádkozunk az egyház látható egységéért. A közös imádságunk anyagát a közel-keleti egyházak tanácsa készítette elő. A hét közös igéje, láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Emeljük tekintetünket a napkeleten megpillantott csillagra, és engedjük, hogy bennünket is vezessen. Álljunk Isten elé örömmel és áldozással. Hozzunk elé minden beteget, szenvedőt, nélkülözőt. Tudjuk, hogy Isten világossága el tudja oszlatni a mi sötétségünket. Amikor most az egyház egységéért imádkozunk, mi és közösségeink is legyünk világossága, amely a megváltó Jézushoz vezet másokat. Ma felajánljuk magunkat neki, és kérjük, hogy a Szentlélek legyen jelen közöttünk. Tégy egyé bennünket, akik északról és délről, keletről és nyugatról jöttünk. Oh.
magasztalunk, Urunk, menj és föld teremtője, mert világító testeket helyeztél az égboltra. Elválasztottad a világosságot a sötétségtől. Jeleket adtál az ünnepek, a napok és az esztendők megkülönböztetésére. Csillagokkal hintetted tele az égboltot. Mi csodálatosak alkotásaid. Az egek hirdetik dicsőségedet. Kezed munkájáról beszél a menny. Magasztalunk téged, ó Urunk! Dicsérünk téged, hogy lázadásunk ellenére nem hagytál el bennünket, hanem elküldted fiadat, hogy ragyogja be sötétségünket, hogy ő legyen a mi világosságunk és megváltásunk. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága, és a világosság a sötétségben fénylik. Magasztalunk téged, ó Urunk! Köszönjük, hogy összekuszált életünkben is velünk vagy, szent lelked ereje által. Ösvényünket megvilágítod, bölcsességet és hitet adsz a hamisság és kétség világában. Magasztalunk téged, ó Urunk! Hálát adunk neked, Urunk, hogy a világba küldesz, és tanúságtételre hívsz az egyigaz király Jézus mellett, akinek felajánljuk önmagunkat. Magasztalunk téged, ó Urunk! Boruljon le előtted, és imádjon téged minden nép. Sokszor jobban vonz a sötétség, de te világosságot adtál nekünk. Ezért hozzád jövünk, és bűnbánatot tartunk. Mindenható Isten, az idők teljességében elküldted szent fiadat a világba, hogy minden embert megváltson. Kérünk, könyörülj rajtunk, bocsásd meg bűneinket, formálj bennünket az ő dicsőséges képmására, hogy a remény jelzőfényeként világíthassunk háborgó világunkban. A mindenható Isten meghallgatja imánkat, könyörül rajtunk, és megbocsátja bűneinket. Thank you.
testvérek, most felállva hallgassuk meg az evangéliumot Szent Máté evangéliumának könyvéből. Figyelmezzünk! Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelet. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, mely majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álmukban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek Krisztusban! Krisztus születésének ünnepe előtt, karácsony előtt, az utolsó adventi vasárnapon Debrecenbe kaptam meghívást, hogy az ottani városi gyertyagyújtási ünnepségen egy rövid elmélkedéssel szolgáljak. A debreceni református nagy templom körül gyülekeztünk, és hagyományosan egy menetben indultunk el a nagy koszorúhoz, a színpadhoz, és ebben a menetben szokás szerint ott voltak a pásztorok, ott voltak az angyalok, ott volt a szent család, ott voltak az ünneplők sokasága, és a sort, azt mondták hagyományosan, a három napkeleti bölcs zárta, akik érdekes módon kólyalábon közlekedtek. Először furcsáltam, aztán elgondolkodtam, aztán megrendültem, mert az jutott eszembe, hogy ezek a napkeleti bölcsek, igazából ők az első Krisztus keresők, ők nekünk keresztényeknek szinte előképeink. És megrendültem azon, hogy milyen üzenet van ebben a gólyalábban. Hiszen mi keresztények is ilyen gólyalábon közlekedők vagyunk. Hitünkből kifolyólag egy picit magasabbról látjuk a világot. Nem lenézzük azt, hiszen benne élünk, hanem az evangélium tanítása szerint Krisztus optikáján keresztül látjuk saját életünket, a világ történéseit és folyamatait. Ez a gólyaláb adta magasság, ez egy sajátos szempont, hiszen mi úgy élünk keresztények, hogy mindent az üdvösségünk szempontjából nézünk, hogy ez jó, közelebb visz az Istenhez, segíti az üdvösségemet, ha pedig nem jó, akkor nem visz közelebb az Istenhez, nem segíti az üdvösségemet. Mert ugye, ilyen egyszerű. Az evangélium üzenete ennyire egyszerű. Krisztus tanítása ennyire érthető, és mi keresztények ilyen szempontból, hála Istennek, kiszámíthatóak és egyszerűek vagyunk, maradjunk is azok. Imahetünk evangéliumi szakasza, az imént hallottuk, a napkeleti bölcsek látogatása. Láttuk az ő csillagát napkeleten. Hogy láthatták? Hogy vehették észre? Nagyon egyszerű.
Minden bizonnyal azért vették észre, mert ezek a bölcsek fölfelé is néztek. Nem csak maguk elé, nem csak a lábuk elé tekintettek, hanem fölfele is néztek. Még egy pont, még egy hasonlósági pont köztünk és köztünk. Mert mi keresztények is szeretnénk ilyen bölcsek lenni, akik fölfelé is néznek, akik keresik az Istent, akik nyitottak a Teremtő Istenre. Évszázadokon keresztül ez nem is volt kérdés. Hiszen a tudomány, a művészet, a filozófia mind-mind Istenben történt. Mind-mind, zárójelben, idézőjelesen mondva, Isten körül forgott. Evidencia volt az Isten léte. És az úgynevezett nagy francia forradalom óta, a felvilágosodás kora óta mindez már nem igaz. Egyre kevésbé szabad beszélni Istenről. Egyre kevésbé szabad a kereszténységet fölvállalni. És sokszor látjuk, különösen a világ gazdagabbik felén, Nyugat-Európában és Észak-Amerikában, hogy az ember elvesztette ezt a biztos pontot az életében, ezt a biztos csillagot, és már nem néz fölfelé, csupán csak maga elé, vagy inkább csak lefelé. Nagyon sok rossz hírt hallunk, hogy csökken a keresztények létszáma, hogy egyre kevesebb a keresztelés, egyre kevesebb a templomi házasságkötés, hogy nagyon kevesen járnak templomba, sok helyütt a templomokat elbontják, eladják, mecsetté változnak át, vagy éppen edzőteremmé, netán kocsmává. Nagyon sok rossz hírt hallunk. Nobel-díjas írón Kertész Imre azt mondta, hogy a nyugat-európai emberek transzcendens árvákká váltak. Hogy ennek mi az oka? Nagyon sok oka van. Számomra a legfontosabb oka mindenképpen az, hogy elnehezedett a keresztények szíve. Ezt az ószövetségi emberről mondta, aki a pogánysággal, a szentíró, aki a pogánysággal hajlott, mert jólétben élt. Mert a viszonylagos gazdagság, a szociális biztonság, maga a jólét elnehezítette a keresztények szívét, és sokan megkérdezik, ugyan minek nekem vasárnap templomba menni? Ugyan minek nekem imádkozni? Ugyan minek nekem megtartani Krisztus szeretett parancsát, mikor mindenem megvan, mikor mindent meg tudok venni, mikor mindent el tudok érni, mikor gazdag vagyok, mint a gazdag ifjú, aki odament Jézushoz, és kudarcot vallott. Nekünk, a II. Világháború utáni keresztény nemzedékeknek nagy hibánk és mulasztásunk az, hogy nem találtuk meg azt az utat, amelyen elérjük a jólétben élő ember szívét is. Nem találtuk meg azt a módszert, egyik felekezet sem, amelyel meg tudjuk szólítani a jólétben és gazdagságban élő ember szívét. Hogy meg tudjuk neki mondani, hogy neked is szükséged van Istenre, és neked is szükséged van bűnbánatra, feloldozásra, templomra, imádságra, bőtre, és mindarra, amit az egyház hagyománya ajándékként átadna. Kedves testvérek, a három bölcsről keveset tudunk. Azt biztosan tudjuk, hogy nem voltak egyformák. De mégiscsak összekötötte őket, nagyon összekötötte őket a kíváncsiság és a tudásvágy. Együtt mentek minden különbözőségük ellenére. Úgy, mint mi, mai keresztények. Többfélék vagyunk, de egyfelé haladunk. A 100 éve született csodálatos költő Pilinszky Jánosnak van egy egysoros csodálatos verse, Életfuttiglan, ez a címe. Ami így szól, az ágy közös, a párna nem. Csodálatos. Sokféleképpen lehet értelmezni, elemezni házasságra, párkapcsolatra, barátságra, Isten kapcsolatra, de nyugodtan értelmezhetjük ma, az ökumenikus imahét záró estéjén önmagunkra, ahol az ágyunk közös, a keresztény ágyunk közös, Krisztus közös, igaz, más-más párnára. Hajtjuk le fejünket. Ebben a sokféleségben ott van az egység, ott van a közös ágy. De vajon kifejezzük ezt? Vajon megmutatjuk ezt a hétköznapi élet szintjén? Sokszor templomba járó jó keresztények, keresztények is rosszul fejezik ki, hiszen van, aki azt mondja, hogy katolikus vallású vagyok.
Én evangélikus vallású vagyok. Én ortodox vallású. Ez nem igaz. Én keresztény vallású vagyok. Én Krisztus követő vagyok. És ezen belül lehetek református felekezetű, katolikus felekezetű, ortodox felekezetű. Az ágy közös, Krisztus közös, a kereszténység az, ami ágyunk és vallásunk. Az egység hiánya fájó és ártalmas ma is. És ezért úgy örülök, amikor azt mondjuk, hogy az ökumenikus imahetet ünnepeljük. Hiszen ez egy ünnep. Amikor hiányzik az egység, az mindig fáj. De maga az ökumenikus mozgalom is ebből indult ki. Hiszen jó 150 évvel ezelőtt az afrikai misszióban dolgozó különböző felekezetű misszionárisok hazajöttek Európába és elmondták, hogy kudarcot vallunk. Mert a benszülött afrikai emberek megkérdezik, hogy szép, jó, amit mondasz, de most kinek hitjünk? Melyik Krisztus hirdetőjének van igaza? A fekete ruhás Verditának, a fehér inges protestáns misszionáriusnak, vagy a barna csuhás ferences atyának? És mikor hazajöttek ezek a misszionáriusok, akkor kezdték el azon gondolkodni, hogy nekünk egységesen kell föllépni. Nekünk az egy ágyról, nekünk a kereszténységről együtt kell tanúságot tenni, és bizony ez volt a kiinduló pontja annak, hogy elindult az ökumenikus mozgalom. Hála Istennek! És eljutottunk oda, hogy a második vatikáni zsinat is azt tanította, hogy az ökumenizmus nem szabadon választott lehetőség, hanem kötelesség. Természetesen foglalkoznunk kell a múlttal, minden felekezetnek, az elmúlt 500 évvel és 2000 évvel egyaránt. Vannak fájó sebek, azokat föl kell tárni, és ki kell beszélni, el kell mondani, hogy igenis volt Gálya rabságra küldött protestáns lelkésereg, és igenis volt erőszakos reformáció és ellenreformáció. De ezeket a sebeket nem föltárni kell, nem megvakarni kell, hanem begyógyítani. Úgy, ahogy tette Szent II. János Pál pápánk, amikor 2000 nagybőjtjének első vasárnapján szentmisét mutatott be, és bocsánatot kért az Úrtól, az egyház nevében elkövetett minden bűn miatt. Nem csak a múlttal kell foglalkoznunk, hanem a jelennel is. Még ma is fontos, hogy újra és újra elővegyük hittankönyveinket, írásainkat, katekizmusainkat, dogmatika könyveinket, kátéinkat, és nézzük át nagyon gondos ökumenikus szemmel, van-e benne a másik felekezetet sértő, az degradáló, igaztalan állítás. És töröljük ki, tisztítsuk meg azokat mindettől. És van közös feladatunk is a jövőre nézve. Fontos, hogy együtt álljunk ki azért az igazságért, hogy a keresztény tanítás, Krisztus tanítása, az evangélium nem választható el a keresztény erkölcstől, a keresztény életviteltől. Szomorú, amikor egy fiatal azt mondja nekem, atya, én jobban szeretem azt a B felekezetet, mint az A-t, mert sokkal lazább. Együtt. Csak együtt tudjuk megvédeni a keresztény erkölcsöt. Együtt kell választalálnunk és kiállnunk a házasság előtti együttélés ellen. Együtt kell védekeznünk a születésszabályozás meg nem engedett módjai ellen, a válás miatt, az eutanázia miatt, és mi sorolhatnánk tovább mindazokat az erkölcsi kérdéseket, amelyek ma igenis megtépázzák a keresztény egységet is. Milyen öröm volt az elmúlt év végén olvasni a keresztény felekezetek, sőt, mi zsidó testvéreink által is aláírt közös nyilatkozatot, amely a házasság és a család szentségét és Isten általi kinyilatkoztatott igazságát védte meg. Ugye mennyi dolgunk van? Elhangzott, hogy a közel-keleti keresztények voltak azok, akik ennek az imahétnek a rendjét, gondolatai, teológiáját megalkották. Ők aztán igazán tudják, milyen az, mikor egységben kell lennünk nekünk keresztényeknek. Ők igazán tudják, hogy mit jelent az, hogy krisztiánoi vagyok, krisztusi vagyok, hogy Antiókiában nevezték először a keresztényeket. Ők megtapasztalják, véresen megtapasztalják, hogy teljesen mindegy az Al-Qaida, vagy a Boko Haram terroristájának, vagy a szélsőséges iszlám terroristának, hogy én luteránus vagyok, katolikus vagy ortodox. Teljesen mindegy.
Kedves testvérek, Fekete Károly református püspök azt mondta, hogy köldöknéző kegyesség helyett kreatív kegyességre van szükség. Milyen igaz? Együtt kell megtalálni azokat a gyógymódokat, keresni és megorvosolni, amelyet a mi társadalmunk, a magyar társadalom elszenved. A cigány misszió, a kórház, a börtönlelkészség, a szegénység legyőzése, a határon túli testvéreink megtartása, átölelése. És végül hagyj idézzem Erdő Péter bíboros urat, aki tavaly előtt az ökumenikus imahét megnyitóján azt mondta, a Krisztushoz tartozóknak dolgozniuk kell minden olyan szinten, ahol a történelem lehetőséget ad a társadalmi igazságosság előmozdításáért és a szegények segítéséért. Ez nem lehetőség, ez nem választható kurzus, ez a dolgunk. Kedves testvérek, a napkeleti bölcsek gólyalában indultak el Debrecenben. És aki látott már gólyalában mozgó embert, az tudja, hogy egy dolgot nem lehet gólyalában csinálni, megállni. Mert aki megáll, az eldől, mint a kerékpáron. Valahol ez számunkra tövint jel. Ne üljünk le, ne kényelmesedjünk el, mozogjunk, tegyünk, hiszen erre hív minket Krisztus, ezért van a fejünk fölött csillag, alattunk a föld, de bennünk a lég. Vajon meg közösen keresztényítünk-e? Hiszen egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Urunk, Te adj erőt, hogy mindig örömmel mutassuk meg Krisztus szeretetét másoknak is. Urunk, hallgass meg minket. Urunk, Te adj lelkünkbe elfogadást, amely szeretettel fogadja a másikat, és közösségé formál minket. Urunk, hallgass meg minket. Urunk, Te add lelkünkbe az egységre törekvést, amely felismeri sokféleségünket, és bátorít bennünket, hogy tanuljunk egymástól. Urunk, hallgass meg minket. Urunk, Te adj békességet szívünkbe, hogy minden embertársunk felé szeretettel tudjunk fordulni. Urunk, hallgass meg minket. Urunk, te adj bizalmat szívünkbe, hogy mindig Téged kövessünk, és a Te útjaidat keressük. Urunk, hallgass meg minket. Urunk, Te adj szent lelked tüzét, amely egyesíti mindazt, ami részekre szakadt, és meggyógyítja azt, ami beteg. Urunk, hallgass meg minket. Urunk, Te add kegyelmedet, amely legyőzi a gyűlöletet, és megszabadít minket az erőszaktól. Urunk, hallgass meg minket. Urunk, Te add az erősség lelkét, hogy nehézségeinkben is hozzád forduljunk, és soha ne hagyjunk el Téged. Urunk, hallgass meg minket. Állánk jeléül, közösen mondjuk el fennállva Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Mert az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az áldásokat.
az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ámen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Úr Jézus, ki csillagfénnyel a bölcseknek megjelentél. Légy vezérlőnk, kérünk téged, mennyei atyád előtt. Atya, Fiú és Szentlélek, szent háromság egy Istenség. Lakozzék mi szíveinkbe, mindörökkön örökké. Az Úr áldása rejátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig most és mindenkor és örökkön örökké. Hogy belehozni az egyszerűen gondolkodásokat is, a betegek helyzetét ebben a kis mondókában. Vagy akkor nem neked kéne itt állom, hanem a bátyámban, aki miatt 26 éve hallgatom a kongói történeteket. Én kétszer jutottam el Kongóban, és két nagyon erős időt töltöttem el ott, egyszer 5 évvel ezelőtt, egyszer pedig most októberben, amikor a klinikája elkészítésre napot egy átadó ünnepséget. De hogy miről is beszélünk, Afrika. Afrikában gyerekkoromban éltem, Észak-Afrikában 5 éve, és már ott megtanultam azt a mondást, hogy Afrika az a Szaharától délre kezdődik. Mert hogy észak-afrikai rész az még a Római Birodalomban egységet alkotott a mi térségünkkel, az egy egészen más világ, a népszakok vannak nagyon hasonló ahhoz, amit mi megélünk. És a Szahara, ami egy ilyen hatalmas, nagy áthatóhatatlan sivatag, ahol néhány kibrágyon kívül más nem ilyen, és mások nem tudnak ott közlekedni. Szóval akkor délre egy egészen más világ kezdődik. Ez a Kongó, amiről beszélünk, egy hatalmas, nagy ország, 2,3 millió négyzetkilométer, 25-ször akkor, amit Magyarország. Irodatlanul nagy. Nyilván nincs itt a történet, de elmondani, de amit mégis el kell mondjam, hogy egész úgy született meg, hogy második Lipót belga király gondolt egyet 1884-ben, és azt mondta, hogy hát illik egy európai hatalommal darabatnak rendelkeznie, megnézte a térképet, hogy hol van egy ilyen szabad terület, és akkor az rádugott erre, hogy akkor ez a kongói medence, egy ilyen senki földje,
összehívta egy évvel később a berlini konferenciát, nagyon ügyesen oda hívta a németeket, angolokat, franciákat, és ott megegyezett fölöttük alapjuk velük, hogy akkor ez a terep az övé, mindentől kezdve lett egy ország, a Kongó, így született meg. A lakossága, hát hivatalos számok szerint inkább 100 millió, de nem lehet pontosan tudni, mert hogy nincs pontos adatkövezés. Az egészségügyben dolgozók, akik ismerik a lakosságot és tudják azt, hogy melyik megyében hányan élnek, azok inkább 80 millió körülre satszolják. Fővárosok nincs assza, és ez a nyelvi kavalkád is az előbbi fokokból származik, hogy ez nem egy etnikum hozta létre, hanem ez egy európai hatalmi döntés következtében. Egészen különböző törzsek, egészen különböző nyelveket beszélő emberek találtak magukat egyszer egy országon belül. Ezek közül ugye vannak nagy nyelvek, ez a négy hivatalosan lingala, csiluba, szuhajéről, kikongó, de egyiket sem beszélik mindenhol Kongóban, úgyhogy a hivatalos nyelv a francia mai napig. Ha valaki tanul, iskolában jár, az francián tanul. Egyszerre tanuljuk az ABC-t, meg az idegen nyelvet. És ahogyan, hát ki mennyire iskolázott, úgy volt előre a francia nyelvtudásában is. Ez a kép csak annyiból érdekes, hogy Kinshasa, és a Kinshasa az egyetlen olyan főváros, amelynek a szomszédja az szintén egy másik főváros, Brazzaville, az a másik Kongó, a Kongó jobb partján, az a francia Kongó. Nem fogom beszélni a bolondó majmokról, meg ilyen turista látványosságokról. Van bőséggel, ha egyszer eljöttök oda, akkor ilyen érdemes elmenni egy bolondó parkba, de most nem ez a témám. És arról, hogy a bolondó majom, a emberhez legközelebbi emberszabású majom, csak úgy tud felnőni, hogyha a testmelegben nő fel, hogyha árván találnak egy bonobó majmot, az ne kell vigyed a rezervátumba, ahol egy anyuka veszi a gondozásába, mert nem lehet csak úgy mesterségesen táplálni. 5 éves kori testvelekben kell szeretettel gondoskodni róla, hogy fel tudjon nőni. A testvérem Anni Rihár doktor, aki magyar becsak érben rendet vehetett át most, ez egy öröm számukra, de hogy miért is lehet hogyan, erről szeretnék egy picit beszélni. Szóval, ez Kongó, a kongói medencé tartozik ide, tehát ez a, így rajzoltak a térképet, hogy a vízi ütő medencéje a Kongónak, itt írvetlen megfolyik a Kongó, amikor itt bele esik az óceánba, 100 km-re arra, amikor hajóval érkezik az ember az óceánon, akkor már látja, hogy itt valami egészen más víz kezdődik, és akkor utána elvide a Kongó beáramlásához. Na, szóval itt van a főváros. Elképesztőek az útviszonyok Kongóban. Repüljáratok azért vannak belföldön, és azok jól működnek, ha működnek. Szóval innen a Bubuzsimai, amiről majd sokszor lesz, ez egy másfél-két órás repülőút. A repülőben ez jól megtehető. Jellemző úgy hiszem, hogy szárazföldön gyakorlatilag nem lehet eljutni, vagy mondjuk egy hét alatt, hogyha minden rendben van, akkor. Igen, aztán majd lesz szó Kabindáról, ez egy megyeszékely szintén. A kettő között a távolság a 150 km, de a időben ezt 2 óra alatt autóval meg lehetett tenni, ma jó esetben egy nap alatt. A belga időben 1 óra volt autóval, lemondom aszfaltozva az országutat, az ma fél nap. Az utak többség az tökrement, az esőt elmosták, megszűnt a állam gondoskodása 1960-ban, és onnantól kezdve nehezen tartva az ország, most egy picit bátorító jelek vannak ilyen téren. Út, országút. Nagyon sok mindent elárul ez a teherhat, amit látunk. Egyrészt amit lehet, az elpakolna, de mindent kell cipelni. És hát aki tudod, hogy felkéredszedik, vagy fizet nyilván valamit érte, és akkor útra kellnek, és ahogy tudnak haladnak, persze az út valami van, azt mondjuk a kamionok egy szétnyomják, tehát hogyha ezt nem gondozzák, akkor ez nagyon gyorsan járhatatlanná válik, ami nem kis gondot tud okozni.
Ez már a bátyámnak az autója, ez a négykerek meghajtási jeep. És nyilván négykerek meghajtása egy jeep, meg egészen speciális felszerelése, ez nem azért kell, hogy rodeózni tudjon, hanem mert nem tud másképpen közlekedni, és nem tud másképpen eljutni misszióba az emberekhez. Igen, és még ez a kép talán annyit mondja sokat, hogy mutatja azt, hogy a lakosság is mennyit szenvedene állapotok miatt. A faluból mennek a városba, hogy amit a falu megtermelte, víz, manióka, kukorica, vagy esetleg faszén, azt a városba eljuttassa, és akkor valami hát el tudja adni, és pénzhez tudjon hozzájutni. Igen, jó, köszönöm szépen a segítséget, és hát ilyen körülmények között egy-egy elakadás az simán előfordulhat. Úgyhogy ennyiatt mondtam azt mondani, hogy Bergai Vérben volt egy óra autó, ez most fél nap le. Köszönöm. És akkor 26 évvel ezelőtti kezdés, a Rihár doktor, aki akkor a Nyolcborosság Közösség tagja volt, ma is annak egy ilyen csatolt tagja. Az egészségügyről annyit, hogy az állam látta, hogy ezt nem tudja ellátni ezt a feladatot, azt mondta Mobutu diktátor idejében, 40 éve ezeket, hogy ezt átadja az egyháznak. De most az egyház SOS kiáltásokat hallgatott, és akkor mit csinálunk ezzel? És a kognitív kórházat akkor a Nyolcborosság Közösség elvállalta, és fiatal tagként oda érkezett személyszakorvosként. Most az elején csinált minden traumatológia a császárnak, és ezt is vezetett le, ami volt, aztán rájött, hogy személyz sincsen a kórházban, meg a megyében egyáltalán, meg a térségben, és akkor rájött, hogy a saját szakmájával foglalkozzon, és az első ilyen mikroszkop, amit összeállított, amin keresztül operált, az a családi távcsőből szerelte, és csinálta meg. Egy nagyon gyengébb minőségű volt nyilván, de ezen keresztül már tudott operálni, és szürkehályomot műteni. Ez nagyon rossz idő tartott, ez csak a hősorszak. És inkább arra jellemző, hogy mint ilyen biztos orvosnak mindenhez kell érteni, mert csak az működik, amit maga beállít és üzemeltek. A lényeg az, hogy Kabinába érkezett, de onnan átköltözött Buzsimajba, az egy 3 milliós város, a második 31. város a Kongónak, a világ gyémánt termelésének a legnagyobb helyszíne. Kongó rendkívül gazdag ásványi anyagokban. Mindenféle ritka ásványi anyag található Kongóban, nagy valószínűséggel a zsebünkben lévő telefonban is van olyan ásványi vagy részecske, amit onnan bányásztak. A belső atombombának az uránnyomát szintén Kongóban bányázták. Tehát, hogy átkötött Buzsmaiba, és ott hozta létre a kórházát. Az elején bérelt helyszíneken, és hát özönlöttek a beteget, és folyamatosan ellátta őket, illetve azon túlmenően, hogy helyben látja a betegeket, mindig ment misszióba is, mert hogy láttátok a útviszonyokat, tehát nem jutott el a beteget nagyobb távolságban a városba, ezért rendszeresen évente többször megy bizonyos helyekre, ahol várják őt, és akkor ott látja a betegeket. Kezdettől rajta van azon, hogy helyeket képezzen. Tehát csapatot gyűjtött maga köré, a dr. Simon, most már a kórház igazgató orvos lett, kinevezte annak, és ezen nagyon rajta van. Kongóban összesen 103 személy szakorvoson, ezt a számot ezt most tudtam meg, 100 millió lakosra 103 személy szakorvos. Ezek a nagy számok. És elég gyengebb képességi szinten, illetve a fővárosban koncentrálva, tehát vidéken még sokkal rosszabb az arány. Úgy, hogy a katarakta, az népbetegség, akkor látom, tudom, igen, itt egy kicsit lapozok, mert sok ilyen van, és ezekkel lassan fogok haladni. Lényeg az, hogy kiépítette ezt a kórházat, és működik itt már a rendes műtőjében, amit Belgiumtól kapta ezt a felszerelést, és itt egy rendes, már európai színvonalon működött tudott beállítani
folytassuk. Igen, menjünk ezekkel a diákkal. A személyzet, tehát ez egy nagyon fontos rész, hogy van egy megbízható, kiképzett ápoló dárdán, aki tudja, hogy mikor mit kell csinálni, és ezáltal lett ennek egy európai színvonala. Nagyon sok adományt kapott Magyarországról, vagy Európából, ezek szemüvegek is, meg mindenféle felszerelés, ezeket többnyire konténerbe teszik, és akkor úgy érkezik meg egyszer csak ő hozzá. Menjünk, hát ez egy műtéti, átlagos műtéti nap, az egész beteg felvételt helyiek végzik, helyi orvosok, mindenkit megnyűjt, de fontos az, hogy érezzék a helyiek, a betegek, hogy ennek értéke van, hogy visszakapja a látását, nem egy vakon, és kijelent, hogy látni, hogy értéke van. Úgyhogy egy külön nőjének az a dolga, hogy felmérje azt, hogy aki jön, az most mennyire tehetős. Mert valamilyen mindenkinek van, ha más, akkor tud, hogy egy tyúkot, mert ő is eszik valamit, ha pedig autóval jön, akkor annak a x-szeresét tudja elképni a rendes árát a műtétnek, mert az meg tudja fizetni. Igen? És a legmodernebb technológiákkal dolgozik előre, hogy mindenki ezt az a lényege, hogy nagyon sterilen tudja végezni a műtétet, és sokkal gyorsabban gyógyul be, mint hogyha a régi eljárás módok. A többi műtéti képtől van megkívülni benneket, és akik érdekel vagy, azt mondom, fogom levetíteni a hangodat. Jó. Jó. Még annyit az optikáról, hogy lehet, hogy közöttetek és sokan gyűjtöttek annak, hogy egy szemüveget Kongóban. Régebben ilyen mázsaszányra küldtük a szemüvegeket, aztán egy eléggé akahagytuk, mert egyrészt meg a bokosta költségeknek, nehéz kijutatni, kettő, nagyon nehéz tárolni, meg rendezni. Most képzeljétek el, hogy van tudom, egy tizeden szemüveg, és akkor azt mondom, tárolod meg rendszeredet, hogy akkor milyen jobbja. Mert hogy nincsen optikai műhely egyébként a városban, háromlíbos városban. Tehát kezdetben úgy volt, hogyha valakinek látáskor egyszer volt szüksége, akkor bevizsgálta, és hát amilyen szemüveget talált hozzá, azt adta kezébe, akkor látott a páciens. Ezt így lehetett fotolni, hogy egy teljes optikát kiépített. Úgyhogy most ez nagyon szépen működik, optikai műkely van, szépen van egy kolléga, aki kiképezett, szépen becsiszolja a lencsét, és akkor megkapja és kézre tudja adni neki a páciensnek, hogy nem a lencsét, amire szüksége van. Még annyit, hogy a szürkehelyi nálunk is egy ismert betegség, hogy lassan elhomályozza a látás, ezt meg lehet ütni, és meg kapja a látását. Kongóban vagyok, még sokkal több van ebből, a nagyon erős napsugárzás miatt, és gyerekeknél is. És hogyha az időben nem ütik meg, akkor egy idő után elveszíti a látóidegnek a funkcionalitását, és később már hiába próbálkoznak vére. Mehető tovább. És akkor erről beszéltem, hogy miért is kell visszélve menni, azért, mert a lakosság egyszer nem jut el a kórházba. Köszönöm. Ez a mobil műtő, amivel szépen megy, menjünk. Hát ez egy napi termés, ez már egy missziós helye van, ahová megérkezett, és akkor ilyenkor ott hetett. Ez itt egy műtét után ezt a szegény asszonyt kikiáltották varázslónak, elhagytották a falujából, hogy ez azért vak, mert vizőnek egy varázsló. Szegény egyszer szürke hályom volt mindkét személy, megütötte, és először egyik szakel a másik személyt, és teljesen embertől tudott utána élni. Igen, mehetünk tovább. Mehetünk. Hát ezt mit így csak el, ezt a kis videót, ez egy videó volt, ha belemész, akkor el tudom élni alatta. Valahogy tovább tettem kívülni. Mert hogy szóval, hogy amikor úgy utolják a misszióba, az mindig egy kaland meg esemény, hogy mostan megérkezünk-e, meg hogyan érkezünk meg. Nem akar indulni? Hogyha simán előre, és ha simán az, hogy előre menjen, Még egyszer léptetünk.
Még egy kicsit próbálkozunk aztán, ha nem, akkor nem volt. Annyit az egész történethez, hogy ez így párhuzamosan ment, hogy akkor mindig évente megy egy-egy misszióba, ott a helyek megszervezik azt, hogy akkor jön az orvos, kérdezik, és akkor tudják azt, hogy akkor a hónap végén ekkor fog érkezni, addigra jönnek a betegek, és ott szépen várakoznak, megjön az orvos, akkor amennyi tud mű, aztán utána hazamegy. Történt egyszer egyik alkalommal, hogy szépen érkezett, és akkor megmondták neki, na igen, hogy a doktor úr most egy nagyon sajátos eset van, az első betege az egy éve vár magára. Úgyhogy tavaly lekésd a rendelét, de azt mondja, hogy nem megy vissza az őserdőből, megvárja. És egy év elteltével, én szerintes többnek volt végül is, mert hogy megérkezett, és megműtött, és sima szükkája volt, úgyhogy gyógyultan távolodott haza boldog, ahogy láttak. És itt szépen át kéne kerüljön a hídon. Kicsit mozog a fogom, de ezt megszokták, hogy mozog a hídot el átkerüljön, tehát ez most önmagában annyira nem volt rendkívüli. Itt bele volt a Hajdúdi András is, aki filmezte az átkerülést a hídon. És akkor kidakosz. Ez megtörtént, szóval ez nem mondás. Itt fogták a feteinket, valami gondviselésszerű volt, és fölfogta ez a bambuszról a történetet. A millió forintos fölszerelésen ott volt az autó, fogták a fejét szegényen, aztán valahogyan akkor lepakolták, aztán megoldódott a helyzet, csak hogy igen, ezek a kihívásokkal járjuk egy emisszióba, helyünk tovább. Jó, és akkor most picit lapozzám, mert szépen az időm előre halad. Erről majd egyszer a folyami vakságról, de egy népbetegség, egy parazita terjeszt ki erre, ő felfigyelt, hogy ez akár a szemét se el tud jutni. Mindegy, erre egész programot indítottak el, oltási programot, hogy hogyan lehet ezt kikerülni, és ott, ahogy ez rendszeresen végzik, bőve akkor ott ez rendben van most már. Jó, menjünk, mert egyet most itt időnként itt a csónakkal is elközlekedünk. Ezek az utat, ezt a mentőautót, ezt kinézte magának, hogy ott állt a Kincsországban, a papíron egy vendégháznál az udvaron, és akkor kiderült, hogy eladó, és akkor megettük neki, és azóta egy hat éveknek hagytás volt, hogy mindenhol elmagasztottál. Jó, menjünk tovább. Ez az új, amit akkor egy nagy eredőt vett, hogy most már muszáj lenni egy rendes klinika, megvásárolt egy telket, hídbejárót nem látásban, csak annyi pénze volt, hogy telket vásároljon. Aztán adományozottnak köszönhetően egy kis épület elindult, a belgát folytatták, de a döntő segítséget a Hungry Herbs program keretében kapta, és erre azt mondja a Váltán, hogy ő ezzel, hogy ezt a segítséget megkapta, és fölépült a klinika 5 épületben, a vendégfogadó, a műtőegység, a kórház, az optikai műhely, tehát teljes kórháza elkészült személyzeti klinika, hogy pontos legyen. Ezzel ő 10 évet nyer, mert ez alatt az építkezés helyett ő tud képezni orvosokat. Tehát a célja nyilván, hogy képezzen helyi benszülött orvosokat, akik utána át tudják menni majd tőle 10-20 év múlva ezt a munkát, küldetés, missziót. Jó, köszönöm. Ennyi volt talán, amit így erről a kórházról akartam mondani nektek, meg erről a misszióról. És akkor picit a vallásról, úgyhogy annak szemüvegében, hogy mire is jöttünk, mi most össze. Nagyon fiatal a kongói egyház, azért de volt itt egy érdekes, hogy a 16. században, de sajnos utána az elhalt, és a belga gyarmatosítással együtt időben jelent meg. Nem akarok a gyarmatosításról sokat beszélni, mert arról egy hét kéne, hogy valamire jussunk, hogy hogyan is értékeljük. Nyilván voltak nagyon árnyoldala is, de
de azért van sok de. A rabszolgaságot ők szüntették be. A misszió ekkor jelent meg. Az ortegélyek összefüggő fejlődésnek indult. Generációk adtak családonként egy missziós Kongóba, fantasztikus munkát végeztek, és ebből született egy kongói egyház, helyi egyház. Ezt a templomot is nyilván meg a kaplikai székes egyház, ezt a belgák építették. Ez a rekord ilyen szép nagy templom van, a többség az sokkal kisebb, de van ilyen is, és zsúfolásig tele. Menjünk? És ez is, ha ennyi volna, egy olyan jó lenne, egy picit hang is hozzá. Ez a pszichológus megkérdezése a püspök ide mondja a püspök, ellen szépen kívánok a Vitoriát, és amit lehet látni, a Vitoriát azt nagyon gondozzák, tehát nem egy személyben egy püspököt szerepre viszi, hanem van kedvenkő zsinekkal, minisztások és minden, ami a rendben el tud képzelni mellette. Szentekizze nem sporolt, tehát egy ilyen önöviszatottan szintén szart, rendesen mire körbe jöttek. Most az, ami engem nagyon megérintett Kongóban, az az, hogy az emberek imádkoznak, részt vesznek, egész lélekkel, lényükkel benne vannak. Táncolnak, tapsolnak, kifejezik a tetszés irányításukat. Egy prédikáció az lehet hosszú, voltam 20 perces prédikáción, de nem volt olyan, hogy eltenjen egy perc reakció nélkül. Legalább egy amen, vagy egy alleluja, vagy egy tapsnak el kellett hangozni a közben, mert alányból diagból rúzsban vagyunk azzal, aki beszél. Menjen tovább, mert sok ilyen van még. Ez a hívek önörgésére itt is lektorban, lektorok vannak, szépen jönnek, olvassák fel, és meg a liturgia. Mehetünk tovább. Adományok, ez is egy videó egyébként, hogy felindul, a szegények az emberek, többségében hál' Istennek nincsen éhénység, de szegények. Mindezekkel együtt adakoznak. Tehát a versenyedés kvázi az egy rendes ünnepélyes körmenet, ahol jönnek, rendes vödör van, szépen papírköz tesznek bele, szóval hogy azt gondolom, hogy a erejtől felül adakoznak. Ez az egyház abban él, amit a hívek összeadnak. Igen. Jó, picit menjünk tovább, mert az időkhoz halad, és ebben is indítson el is egy videó, felállási körmenet, tehát azt, hogy mindig mások is rendesen ünnepélyes mozgással kísérik, az teljesen rendben van. Füstölésen nem csak állni lehet, hanem azt szépen ott vagyunk felvette is. Szóval, hogy mi testünkkel is imádkozunk és kísérjük az eseményt, az teljesen rendben van Kongóban, és úgy történik. És emellett csöndben is vannak, amikor kell, tehát amikor olyan rész van, akkor még a csönd van. Jó, köszönöm. Együtt a püspöki időrgyáról, és akkor egy sort szeretnék nektek néhány kép. Van itt a Székesegyház, és a szomszéd plébániáig. Kettő között, hát talán 2 kilométer is van, lefényképeztem a kettő között található templomokat. És ezt a sorot azon szeretném megmutatni nektek, ami az előképenetes. Az első a becset, a moszké, ami ez az iszlám, ez Szaúd-Arábiából jön, csöndben, tartósan nyomják, pénzelik, és a legkülönbözőbb helyeken épülnek, falvakban is ezek a mecsetek. Fizetik utána a gyereknek a korábbi iskolát, a szülő bevállalja, onnantól kezdve a muszlim, és onnantól kezdve ez így terjeszkedik. És mivel nagyon nehéz közlekedni, városon belül is, tehát ott is ugyanilyen áldatlan utcák vannak. Ezért mindenféle kis, bocsánat, tényleg szekták is megjelennek, de most nem a testvéregyházakon beszélek, hanem gomba volt, de ott járta magát bárki valamilyen pásztornak, akkor hogyha van egy fegyél a épület fölött, akkor azonnal egy templommá nyilván
Atho, ez a Karolikus Evangéliumos Központ. Menjünk tovább. Ez is egy másik, menjünk tovább, most akkor melyik. Ez a Szent Család egyháza, hát én azt hittem, hogy ez egy katolikus hely, mert hogy Szent Benedek Pilárja, majd bementem, tehát nem, tényleg is egy egészen más történet. Igen, akkor ez a karizmatikus evangélizációs központ. Igen, a következő lesz a Jehova tanúinak a imaterme. Igen, akkor ez a Isten éjjének a nem tudom milyen egyháza, ez a Neo apostoli egyház, ez egy elég a szervezet, ezt talán fogja. A tabernákulum dicsősége, közösség, ez egy másik neoapostoli, ez a pünkösdi nagy avatásnak a temploma. Szóval lényeg az, hogy ezek Kongóba szaporodnak, és van a Kongóban templomot kell építeni. Tehát még nálunk arról beszélget, azt hallottuk, hogy milyen gond az, hogy a kirúlnak templomot, itten nem. Többen vannak a templomok. Ez a templom, amit most megmutatok nektek, ez 3 évvel ezelőtt épült. 3 évvel ezelőtt, nem volt semmi. 3 évvel ezelőtt épült, 3 év elteltével, mit látunk, van egy 30 fős énekkar, van egy teljes minisztráns csapat, teljes lektor, 5 fős lektor van, akolitusok vannak, világot áldoztatnak, mehet a dolog, és lapozhatsz is akár benne, sok videóban. Ezzel a tempóban be, ez is egy kis videó. Tehát itt is azt láttam, hogy egy hihetetlen részvétel és elkötelezettség, hogy ott vagyunk, már tudunk csinálni. Folyamatosan jöttek az emberek, és akkor, hogy elérkeztünk az evangélium környékén, akkor becsukták az ajtót, hogy most már megtehetünk. Szóval, hogy már egy kések, most már itt megtehetünk. Ez nem miattam van, tehát én csak becsöppentem ebben a misébe, ez egyébként a rendes vasárnapi szent mise, amire felöltöznek ilyen szépen. Tehát elképesztők oda, akár melyik biskopból is jön ki, a misére mikor jön, akkor felöltözik. Fekérni, majd a legtöbb ráját teszik fel, és csak arra van bent. Persze, hogy bemond, amikor könnyedik, mint egy fűtés nem kell, annyit kell, hogy a esővel sem, nem az a vak ellen végén, oldalt ezek mindig ilyen szervezkető területek, ahol a szél jár el. Tehát a klíma miatt, de fogom, hogy fűtésedet kell. Nem kívántak, hogy lakodjál meg. Ez is nagyon szép volt, ez is videóépén. Volt egy keresztelő is a házasságban, olyan szép méltósággal jött a házaspár, nem tudom, a gyermekét. Szépen a bácsi megkeresztelte, úgy, ahogyan kell. Nagyon megható szertartás volt. Lapozhatsz egyet, megy a keresztelés tovább. Itt egy áldásért jönnek. Bevallom nektek, és az álmomat itt elmondom, hogy látvány ez, hogy itt egy templomot kell építeni Kongóban, mert hogy igény van rá, van egy következő kivezetett plébános, ahol már van plébános, van képviselő testület. Van 8 bizottság azon belül, nincsen se plébániájuk, se templomok nincsen. Egyetemben egy teremben bekérhetkeznek vasárnap, hogy még otthon is jöjjük, Isten tiszteletünk, hogy az az álmom, hogy együtt építsünk egy templomot ott. Együtt. Nem úgy, hogy mi nekik, hanem hogy együtt. Hogy azt mondtam nekik, hogy ha elkezdünk gyűjteni ennek, és mindenki ad ebbe 1 frankot, akkor mi azt 1 frankkal jönnek ki pótoljuk, és akkor együtt fog építenünk egy pótolat. Ez egy álmom. Így elhintem itt azt mondom, hogy meglátjuk, hogy mi lesz belőle. És akkor a következő, a 3. fejezetre beszélek nektek, picit vissza még, ez a bunda, ahonnan én erről még beszélek mindenképpen, nem tudom, mennyi idő van még igazgatóan, még erről visszatok. Ez az árvaház, ami itt a kapitán mellett van, erről annyit, hogy Kongóban is volt egy nagyon csúnya háború, ez a nagypolitika miatt volt, mindegy,
És 2002 környékén ott volt egy csomó árva a kabinta mellett, és egy német apáccal, két-három társával, az árvaházat hozott létre, 120 gyerekkel. Mindazok azok a felnőttek, de mindig jöttek más árvák, tehát majd napig működő árvaházból a környék szegényei gondozzák. Ez véletlenszerű kép volt, itt a jó. Ez a fa, egy ilyen fazisztikus érték itt ennek az a árnyékot, amikor nappal nagy meleg van, akkor a falá húzódott be, itt fogadta bennünket, szinte nem a söpörbe. Ő a nővére, de egészen gondozza. Rihárd doktor is mindenképpen. És akkor ezek itt nézelődtek. Nagyon kedves, akkor gondoljak. A második nap, amikor egy picit több időt eltöltöttem itt, a második nap már simán odaig beljön a körök, és akkor már hoztam amanászt, hogy amanászt. Nagyon izgalmas volt látni az életüket, ami szegény, meg valahol gazdag. Azon gyakran elképesztően szegény. Nincsen okos telefonjuk, meg laptopjuk, meg nem tudom mi. De közösségi életben pedig ez egy videó, indítsak el. Hogy megtalálják maguk játékait, és ilyen délutánokat itt eljátszadoznak. Elképesztően ilyes pontos szabályban nem jöttem rá. Igen, mert valahogy akkor figyel, hogy hova teszi a lábát, versenyeznek és esik ki a másik, és akkor ott a hobokban rajzolják, hogy ki voltak pontosan a pontszerzésben. És hát ez egy olyan elgondolkodott, hogy teljes eszközkereség mellett eljátszadoznak délutánokat, és örülnek az életnek. Azt, hogy nincs egy cipője, ez nem zavar a különösebben. Jó, meg kell tudnak hívni, nincsen mínusz 5 fok. A 15 foknál hidegetik, éjszaka sincsen. Úgyhogy elég egy kapucson az ember el van alapvetően. Jó, hát ezt én napokat eljátszadoznak egy ilyennel, mennyi tovább. Megjelentem azon, hogy legyen Mise, akarítom, hogy jó, legyen Mise. Azonban lett minisztrás csapatom, beöltöztek Szentlőkács ünnepel, és nagy füstös Mise volt. Menjünk tovább. A kápolna az teljesen megtelt, itt egy belgatával miséztem, menjél tovább, és éppen a hang is. Mert hogy ez is annyira szeretett, hogy a fejjel, azok azonnal van valamit, hogy vegyek ki az éveket, sok van. Helyi nyelvükön, kiszongol, helyi elnárás, azt nem tudom, hogy mindig a felték. Egy kicsit nem van lehet abban, hogy 2-3 óra alatt, tehát ha ezt egyszer elkezdjük, akkor ott minden felünk és énekelünk, és egy felvonulás az elébek egy óra. A felelési körvonat a szintén, tehát az egyébként a részeket még ki vannak dolgozva. Menjünk tovább. Na, ez kell az előző. Na, a Mise után, vasárnap névén, akkor meg együtt eltöltjük, hát hogyan és mit csinálunk, a falakon árnyékot lehet élni, ez egy videó, és itt egy fél délután, de nem tudom, tehát 2 órán át, vagy legalább, az a tette, hogy körben táncoltak a fa körül. Hol így, hol úgy, hol gugolva, hol hogy. Hát amúgy, de egyszerűen kérdezték azt, hogy együtt vagyunk, vasárnap van, és hálásak vagyok a Jóistennek, hogy itt vagyok. És én. Ez két nevelő egyébként, hogy egy nevelő a másikat értem. Az árva házba itt van. Jó? És akkor az iskola, na! Kérdésem volna hozzátok. Mit viszett Kongó gyerek az iskolába vidéken? Jó, mondjuk azért nem a fővárosban, de vidéken. Mit visz az iskolába? Madárba. Falatáblát, majdnem, de nem, azt nem nagyon látom. Füzetet, hogyha igen, füzetet fog vinni, meg egy tollat, vagy cerulát. És mit visz magával az iskolába? Mire van szüksége? Zsoltán. Jó, zsoltán nincs, nem, napjában egyszer esznek este, nem tudom, egyszer esznek délután, itt az áramhátban reggelit is kapnak. Luxus. Reggelizet is.
Mit visz magával a gyertyát az iskolába? Könyvben nincs eláruló. Áram nincs a tanterembe. Annyi fény van, amennyi bennünk kívülről. Nap az el egyet. Nem. A széke. Amire le fog jönni, és amit nem hagyhatottak, ellopják, úgyhogy őket szépen hazaviszik, hogy meg lesz a gyertékes. Igen, ez gyalázat egyébként, de ez így van. Na, az Áramaház melletti iskolá, amit a nővér hagyott létre, és magasabb színvonalon, mint a környék több iskolája, ez a tanári, tehát ilyen padokon csinálnak a kollégák, nem lapozzák. Ez az igazság, hogy nem tudok. Ez az igazság, hogy ezt nekem használtam, hogy nem tudok ülni valahol át, akkor behúztak egy padot, hogy én itt tudtam ülni. A tantárs felosztás az egy álléges lapon itt található, amit kézzel, tollal, hovázóval pakol össze, és adom a minden. Hihetetlen lapozó. Ez az épület, ez már a Henry Hertz program keretében készült el, és egy ígérlet segítségnek itt, mert a korábban összedőlt. És ez azóta bele van fejezve. Be van vakolva, ajtóablak van, úgyhogy ezek, igen, köszönöm. Egy tanterem, és drágáim itt szépen. Igen, ilyen padok vannak, döngölt föld azok a... Annyi kell, hogy a napellen végén a tetőben az eső áll. Itt pedig levegősnek be kell tudni jönni, tehát ilyen lukatos ablakok vannak mindenhol. Az, hát ennyi, és ennyit egy drámai történet, mert mindent másolnak. Tehát nincs könyvük, nincs pénzük rá, füzet nagy érték, és abban másol meg mindent. Ott a táblán lát, itt van a mértékecsiket, annak lövet, és akkor leírják, hogy milyen mértékcsik vannak, és azt tudja megtanulni a gyerek. Lapozzák. Ez egy nagyobb osztály már, ahogy megyük fölfele, sajnos csökken egy osztály létszám, mert hogy hát nem igenis a tanítatás, és valami pénzt csak kéne adni, és nincsen pénzük, és akkor nagyon meg is lehet föltartani, meg a szülő azt mondja, inkább megyek dolgozni, és akkor ugye elfognak a gyereknek a sokság. Tehát a lapozzal, ez egy videó, szóval indítsad el, ez egy azóta is gondolkodok, hogy ezen én itt mit is láttam. Elég énekorának hallom, gondoltam és belementem. Elég énekor azt, hogy egy picit lakos... Egyetlen egy kérdés hangzik el a tanár bácsi részéről, az az lesz, hogy mi hazánk monetáris egysége. A diákok egyetlen egy választ fognak szajkozni, vagy meghallhatóvá fog válni. Hazánk monetáris egysége a kongói frank. Ez a lecke, elérve a programban. Minden eszköz nélkül, tehát nem volt a tanár bácsinál se egy kongói százal, se egy tornál, hogy van más típusú monetáris egység is. De nagyon sokat gondolkodtam, hogy számomra nem megbukott a tanár bácsi mozertanilag. Más szemszokből, meg abban gondolkodtam, hogy az egyetlen dolog, amit a gyerek megtanul, az az, amit kívülről tudni fog. És talán emiatt van az, hogy majd mindent, amikor belépek itt, láthatom, már fog válni a történet, hogy inkább elmondhatja velük százszor a jó választ, de az akkor ez rögzülni fog. Egyébként egy döbbenetes fegyelem volt az iskolában, tehát 7:30-kor néma csend és tanítás kezdődik, néma csend a tantermekben, semmi belebeszélés elképzelhetetlen, 3 óra egyfolytában szület, nincsen egy órák között, viszont közben nagyon kell, akkor kinek is jön. Ez a tanító bácsi. Itt elmondja a jó választ, hogy itt halkan, hogy hagyják hogy az egység a kongói frank. Ez a válasz. Thank you.
De most, ha most bent voltak 5 percen át, ezt is ételték, most itt a kettőt nem tudnének. Na, igen, szóval fogoljunk a beszélőről. De az még viszont tényleg elgondolkodtak rajta, hogy amit kívülről tud a gyerek, azt hiszi magával, hogy inkább ismételjük 500-szor, de akkor azt tudni fogja. Hát ennyi az iskola könyvtára, ez az összönnyiség, ami rendelkezésre áll, olyan művök, akkor még össze kell előttünk. Tovább, ez a kép egyrészt, így tettem rá, hogy mennyire fehérek vagyunk, sárgatnak. Két tanár kolléga, ezek minden nap 5-kor kellenek, indulnak kapint a városból, 2 órát gyalogolnak, hogy megérkezzenek ide az iskolába. Letanítják a napot, vagy gyalog visszamennek, ez napi 4 óra, erős tempó van, én ebben az állapotban voltam, amire visszaérkeztem, és csak az egyik utat kellett megtennem, odafele autóval mentem 3 nappal korábban. Szóval, hogy nem segítem, hogy ők itt kibírnak. A nővérek itt a kuszire viszik az, amit itt létrehoztak ebben az árvaházban. Azt gondoljuk, hogy nekik egy az a jó, hogyha hosszú távú támogatásban részesülnek, és abban gondolkozunk, hogy még egy államnak elmondjam, hogy mi lenne, hogyha egy-egy ilyen gyermeket örökbe fogadna, vagy támogatnák a tanítatását. Nem nagy összegekre gondoltunk, de mi lenne, hogyha osztályunként mondjuk egy gyereket vállalna egy osztály, és mondjuk havonta egy csoport, vagy 100 forintot bedobnak, akkor nagyjából lehetne fedezni a gyereknek a tanítatását, azzal legalábbis azt a többetet hozzátenni, amire szükség van ahhoz, hogy akkor nem maradjon ki az iskolából. Volt a 12-es, aki éppen kimaradtak volna, mert nem tudják már kitetni. És akkor mondtam, hogy szósület róla, és én összezében megtek, amit kell, és akkor feliratkoztak szeptemberre, és folytatták a tanulmányokat. Még egy ilyen van, az itt a reklámfeje, hogy van egy alapítvány, ott, ahol célzottan lehet, vagy gyűjtünk számukra támogatásokat. Ez az ensemble csak a kongói háznak szól, ezt kell ide beírni, és akkor ők közvetlenül juttatják el. A tavalyi évben már sikerült egy komoly támogatást kijuttatni, annak közvetlenül az éhezés megszűnt a Dárvaházban, most kapnak reggelt, ebédet, vacsorát, az volt, ez így rendezve lett, de azért nagyon nagy segítség lenne, hogyha a hosszatávú tanítatását ennek a szegény rétegnek támogatni. Ez nagy kérdéseket nem voltunk meg, de picit érzékenyíteni lehetne, azt gondolom, egymást. A tekintetben, hogy bár nagyon messze vannak, de mindannyian testvérek vagyunk, Krisztus testében az egyházban, és ami ott történik és ott fáj, az nekem is kell, hogy fájjon. Szóval, hogy lehet, hogy itt valami megnyíthatok a személyünk, hogy valami itt esetleg tehetünk. Nagyon köszönöm a figyelmet. Együtt létet, együtt gondolkodás, az együtt tudatkozás. Köszönjük az iskolának a mindennemű támogatását. Nem véletlenül a Lepe is még sok időt szánta arra, hogy a kongói iskola világát bemutassa. Én megmondom őszintén, kicsit szégyeltem is magunkat, vagy magamat, hogy mekkora kontraszt van ezen a világon egyes helyek között. Mindig fontosnak gondoltuk, hogy a gyerekeinket a szolidaritás érzetével ismertessük meg, hiszen mi egy a hivatos szóval buborékban élünk itt a második kerületben, de ez nem a világ egésze. Ezért nagyon örülök annak, hogy az Atya itt most egy valódi és a gyerekek által is átérezhető, megélhető segítés lehetőségét vetette fel, mert az, hogyha a szülő önök segítenek, az talán nem annyira az ővé. Portásodik talán, vagy a gyermek portásra behozza. De hogyha az ő 100 forintos csokijával van ez összekötve, akkor az mindjárt egy valóságos érzetet kelt.